Sziasztok! Itt vagyunk a Beauty and Style háromnapos rendezvényén itt a Hung Expo-ban, ahol a szépségipar három területe is képviselteti magát, méghozzá a fodrászat, a kozmetika, a kéz és a lábápolás. Hát szerintem a pasiknak annyira nem, de a csajoknak igazi Kánaán lesz. A beauty kiállításon a legelső stand, ahol megálltunk, az nem más, mint a Celebnails, ahol látom, hogy nagyban zajlik a munka. Mi fog itt történni a hölgy körmével? Igen, előkészítjük most a körmöt egy gélakozáshoz. Nem szeretett volna egyáltalán semmilyen extra szín, csak mindenképp valami natúrabb, rózsaszínesebbet, úgyhogy találtunk szerencsére egy szép csillogós színt a hölgynek, és utána felvisszük a géllakot, majd jöhet a következő, és következő. Mit kell rólatok tudni? Egy picit mesélj magatokról, a cégről. Látom, rengetegféle és rengeteg nagyon színű körömlakkot hoztatok el. Hát körülbelül egy 2,5 éve vagyunk Magyarországon, egyébként ez egy magyar cég. Mostanában kezdtünk inkább ráfeküdni erre a géllakos témára, egyébként meg a Lash & Lash is a fő, csak mi. És mesélj nekem erről a gél körömlakról, hogy ez mitől másabb vagy jobb, mint mondjuk a hétköznapi simább körömlakok. Tartósabbak? Tartósabb, sokkal tartósabb. Igényesebb is, sokkal igényesebb, mert tartós is. Ugye nem pattog föl a körömről, mint más körömlak 2-3 nap után, hanem ez 2-3 hétig tényleg úgy van. Annyi igazából, hogy amikor lenne, akkor érdemes már menni a műkörmöshöz, mert az is elég igényes, igénytelenné válhat. Mesélj nekem így a mai trendekről, a mostani színek azok. Hát most ugye jön a tél, akkor sötétebb árnyalatok jönnek ilyenkor, vagy mit tudsz ajánlani? Jönnek a sötétebb árnyalatok, de én jobban szeretem, amikor van egy kis szín. Jobban szeretem, amikor vele viszünk egy kis szint ilyenkor, amikor hideg van. A feketét én inkább nyáron szeretem, amikor szép nap barnított. Tényleg, a feketét pont nyáron? Hát amikor szép nap barnított a bőr, nem vagyunk sápadtak, akkor kell fekete, amikor szép idő van, jó kedve van az embernek, mert télen azért elég borús az idő, most még egy fekete köröm. És akkor ilyenkor például most már van ez az okkelsárga, a szürke, egy világosabb szürke. Télen a fehér, ez nagyon szép szerintem karácsonyra, a havas táj, szépen csillámmal lefedni. Hát a piros, az örök, télen-nyáron örök, abból mindenféle árnyalat. Persze most is vannak új árnyalataink a pirosból, mert hát a nőknek piros az nem csak piros, mint a férfiaknak, hanem több árnyalat is kell. Jó, köszönjük szépen, és hát szép jönnek tovább, így nagyon köszönjük. Szép, köszi.